Nyakó István képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. A bíróság által jogerősen betiltott Jobbik Magyarországért mozgalom Holdudvárába tartozó rasszista megfélemlítő rendezvényeiről hirdetté vált Magyar Gárda megalakulásának, megalapításának 6. évfordulójára emlékezett Vona Gábor pártelnök úr akaszton 2013. augusztus 22-én egy magánportán 100 új tagot avattak, de most vasárnap is rendőri felvezetéssel indult el a Kodály körönről Ősök Telégei másik csapatot, 30 próbaidős gárdistát avattak fel. De én most nem azt a pofont kérem nökön számon, amit sokszor el szoktunk mondani, illetve maga miniszterelnök úr ígért be, hanem javaslattal szeretnék élni. Ugye 2013. július 9-én a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szerint nem ellenkezik a Magyar Gárda feloszlatása egyébként nemzetközi egyezményekkel. Emlékezetes, hogy 2009-ben, jól emlékszem, feloszlatta a bíróság a Magyar Gárda Egyesületet. Ezek után Vona Gábor pártelnök úr, Gaudi Nagy Tamás úron keresztül, két képviselőről van szó, ehhez az Emberi Jogi Bírósághoz fordult. A törvényszék szerint a Magyar Gárda mozgalom a Magyar Gárda Egyesület részenként működött, nem volt attól független a mozgalom. Megmozdulásai pedig alkalmasak voltak a félelemkeltésre, a megfélemlítő menetelések pedig egy lényegében rasszista jogrend megvalósítása érdekében tett első lépések voltak. Nézzük a tényállást. Azt mondja az Emberi Jogi Bíróság, hogy az Egyesület volt az, amelyik tulajdonképpen keretet adott, támogatta és működtette a mozgalmat. Az Egyesület feloszlatása tehát ilyen szempontból nem ütközött semmilyen törvénybe. Az Egyesület nincs, ugyanakkor Magyar Gárda avatások, rendezvények vannak. Kedves államtitkár úr, javaslom, hogy a belügyminisztérium vagy a igazságügyi minisztériummal együtt vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Gesztor szervezetet, az Gazda szervezetet, az Anyace szervezetet, a Jobbik Magyarországért, mint pántort oszlassa fel, hiszen ezek szerint az Emberi Jogi Bíróságon ennek komolyabb akadálya nem lesz. Elmondom majd még egyszer, mert lesz még egy percem, de konkrét javaslattal értem.